Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gazdasági igazgatóból főigazgató, új vezető a szekszárdi kórház élén. Szépítik, fejlesztik, tervek a Csörgetónál. Szervizdíj és borravaló, mi a különbség? 76 éve született, Baka Istvánra emlékezik Szekszárd. Az idei év elején bízták meg, nemrég hivatalos okirattal is megerősítették tisztségében Kis Zoltánt, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház új főigazgatóját. A vezetőt kérdeztük az aktuális feladatokról, kihívásokról. Kis Zoltánt 2023 év elején bízták meg a szekszárdi Balassa János Kórház vezetésével. A főigazgató közgazdász végzettséggel rendelkezik, ami nem megszokott hazánkban a vezetők között. Kis Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban életben tartották a kórházat, egyre több napi problémával kell megküzdeniük. A közeljövőben több változást is végre kell hajtaniuk, ez például osztályok összeköltözését jelentheti. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kórházat, ez egy teljesen jó 13 hektáros őspark, rengeteg épülettel, csak ennek az üzemeltetése az horrorisztikus költségbe kerül, és rengeteg embert igényel. Sokkal jobb lenne, kicsit kompaktabbra, összehúzva osztályokat, jobb lenne az orvosoknak is, jobb lenne a szakdolgozóknak is, és jobb lenne a betegeknek is, nem kellene ennyi helyre menniük. Ezt próbáljuk végrehajtani, nyilván ez elég komoly érdekeket sért, nem mindenki örül neki, de nem nagyon látunk más kiutat ebből. A kórház anyagi helyzete nagyjából hasonló, mint a többi magyarországi intézményé. Nyilván nem jó, de annyira nem is rossz, mint volt korábban. Stabilan most ki tudtuk fizetni a járulékainkat, köszönjük szépen, ezzel most úgy megvagyunk. Idén ugye kaptunk konszolidációt, ezzel most a kórház ugye elketyeg. A nyári hónapok után mindig nehéz, nem akarok belemenni egészségfinanszírozási kérdésekbe, az lényeg az, hogy a nyári hónapok viszonylag alacsonyabb teljesítményét követően, amennyi pénzt kapunk, az kevesebb, viszont a bérek meg ilyenkor a legmagasabbak a szabadságolások miatt, de meg fogjuk oldani, tehát ilyen szempontból nincsen problémánk. A főigazgató a várólisták helyzetéről is beszámolt. A várólistáink alakulása szerintem szintén nem annyira vészes. Annyit operánk, amennyit csak tudunk. A kollégák, akik rendelkezésre állnak, kihasználják a kapacitásainkat, az ortopédia osztály folyamatosan működött most a nyári időszakban is, tehát persze szeretnénk, ha többet tudnánk operálni, de amennyi orvos rendelkezésünkre áll, ők ki vannak használva, és azt gondolom, hogy nem olyan vészes ez a szám. Nemrég az országos sajtót is bejárta a hír, miszerint orvoshiány miatt Szekszárdon bezárhatják a szülészeti osztályt. Ezt korábban és most is cáfolták. A főigazgató szerint az álhír rengeteg kárt okozott nekik. Egyrészt azért, mert azt már érezhetően kevesebb kismama jön hozzánk szülni, nem bíznak benne, hogy itt lehet, pedig lehet és lehet majd későbbiekben is. Másrészt azért, hogyha leülök egy orvossal tárgyalni, hogy jöjjön ide dolgozni, akkor egyrészt az a kérdés, hogy miért nektek még van szülészetetek? Mondta, hogy igen, van, meg lesz is. Másrészt mond egy olyan óradíjat, amit nem nagyon szeretnénk megfizetni. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nehéz volt. Kis Zoltán úgy folytatta, az összes osztály működik, ami a jövőben is így lesz, hozzátéve, hogy másokhoz hasonlóan ők is jobb helyzetben lennének, ha kétszer ennyi orvosuk lenne. A kórház számára fontos a marketing is, azt szeretnék elérni, hogy mindenki nyugodtan és büszkén jöjjön be dolgozni. Ennek érdekében sok közösségépítő programot is szerveznek. Kifelé pedig azért nagyon fontos, mert szerintem sokkal, de tényleg sokkal jobb a kórháznak a helyzete, mint a megítélése kívülről. Azt mondják, hogy egy rossz hírt 7 jóval lehet kompenzálni, már pedig az, hogy ha valakit meggyógyítunk, az nem jó hír, az a normális. Tehát nekünk szükségünk van olyan pozitív impulzusokat adni kifelé, hogy ne azt terjedjen el, hogy na itt most valami nem tetszett, nem értek oda, várni kellett, meleg van. Vannak dolgok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, ilyen a meleg, ez adottság sajnos, de az összes többi, mi lehet változtatni, azon fogunk változtatni. Az intézmény próbál aktívan részt venni Szekszárd életében. A főigazgató szerint a kórház a város szívét jelenti, szeretné, ha az emberek is így tekintenének rá. A Csörgetó helyzete mindig is szívügye volt a szekszárdiaknak, jó hír, hogy a víz minőségére nem lehet panasz, és a környezetét is szeretnék szépíteni. Fejlesztésekkel kapcsolatos tervekről kérdeztük Máté Péter önkormányzati képviselőt. A parton áldogálva Máté Péter a Csörgetó körüli állapotokat fejtette ki. A tiszta víz szemmel láthatóan árulkodik a minőségéről.
A vízminőség kiváló, mint látjuk, egy ilyen aszályos időszakban, amikor rettentő meleg van, a víz akkor se békarencs és teljesen tiszta, gyönyörű, kristálytiszta vízről beszélünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Csörgető vízminősége az kiváló jelenleg. A környéke jelenleg rendezetlen, de vannak elképzelések ennek javításával kapcsolatban. Kiránduló helynek alkalmasnak kellene tenni. Jelenleg azért nem elég rendezett a környezet, ezen mindenképp szeretnénk változtatni. Sajnos sokan visszaélnek a hely adottságaival, nem törődnek a természettel és rombolják a környezetét. Azért, hogy ezt megszüntessék, kamerákat fognak elhelyezni a part több pontján is, amelyeknek a beszerzése már folyamatban van. A tó múltjára visszatekintve sokakban felmerül a kérdés, hogy terveznek-e még ide a jövőben nagyobb társasági eseményeket. A rendezvények tartására akkor volt alkalmas a Csörgető valójában, amikor kiszáradt a meder. Jelenleg a meder nem áll rendelkezésre. Az erdőbe egy fás terület, amennyiben ez kisebb társaságoknak alkalmas lehet, inkább kirándulóhelynek gondolnánk. A Csörgető közelsége miatt is remek kirándulási lehetőséget nyújt a környékbelieknek, ami nem csak a hattyúnak, de az embereknek is kellemes feltöltődési opció. A napokban egy Dombóvár környéki településen élő férfi tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki tévedésbe ejtette. A feljelentő használt könyveket hirdetett meg az interneten. Hamarosan érkezett egy üzenet, hogy érdeklődnek a könyvei iránt, és ellenőrizni kívánják az eladó banki adatait. Ezután egy pénzintézeti áll oldalon találta magát a hirdető. Később szembesült a ténnyel, hogy a számláján két tranzakció is történt. A közel 5 millió forintjából csak némi apró maradt, a többit ismeretleneknek továbbutalták. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az óvatosságra és arra, hogy eladáskor nem kell megadni bankkártya adatokat. Szerda este 8 órakor hirdették ki az idei egyetemi felvételi ponthatárokat. A Pécsi Tudomány Egyetem szekszárdi kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara 2023-hoz képest növelni tudta a felvett diákjai számát 387-ről 429 főre. Az államilag támogatott helyekre felvett hallgatók száma mellett önköltséges képzésre is több diákot vettek fel idén. A következő héten befejeződnek az útfelújítási és helyreállítási munkálatok Györkönyben. Az utak szélét is feltöltik, patkázzák. A munkálatok végén a szakemberek bejárják az érintett szakaszokat. A problémákat még október előtt igyekeznek megoldani, addig is a helyiek türelmét kérik, írta Braun Zoltán, a község polgármestere a település közösségi média oldalán. Nyaranta megnövekedik a vendéglátóhelyek forgalma, az éttermek terasza és a jó idő vonzza a helyieket, turistákat egyaránt. Az étlapokat forgatva többekben felmerül a kérdés a borra való és a szervizdíj fogalmával kapcsolatban. Kindl László, a garai étterem és söröző vezetője hangulatos belső terükben fogadott minket. Régóta üzemelteti a helyet, így bőven van tapasztalata a vendégek szokásaival kapcsolatban. 2006 óta üzemeltetjük ezt az éttermet, tehát 16-17 éve, családi vállalkozás, feleségemmel, illetve 2-3 munkatársunk van, illetve állandó munkatársak. Nagyon kevés a elmenés, tehát akik végeztek, azokat engedjük el, illetve van olyan is, akit már foglalkoztatunk ugyanúgy, visszafoglalkoztatjuk. Tehát végzett, mint tanuló is nálunk dolgozik, ilyen kettő is van. Tanulókat is foglalkoztatunk. Jelenleg 5 tanulónk van, 2 szakács, illetve 3 pincér tanulónk. Az egyes étlapokon található szervizdíj a kiszolgálási árat jelenti, ami a menüztetésre épülő helyekre nem jellemző. Ez nem közvetlenül a munkavállalókhoz kerül, azonban amelyik cég ezt alkalmazza, annak kötelessége az ebből befolyt összeget a dolgozók bérére fordítani. A garai étterem inkább csak a borra valós megoldást preferálja, amivel a vendégek kifejezhetik elégedettségüket. A borra való teljes egészében a pultban dolgozó pincéreké, pultosoké, tehát nem a cég rakja el a borra valót, hanem ők nyilatkoznak arról, mennyi borra valójuk volt, vagy mennyi lesz. Az évek során azonban visszaesést tapasztaltak ezen a téren, mivel megnövekedett a kártyás fizetések száma. Mivel kártyára nem adnak borra valót, ezért van, aki ad a kártya után is külön
készpénzt a pincéreknek, ha jó megértette, hogy, vagy megérezte, hogy milyen jó felszolgálás, vagy milyen jó volt a vendéghozzá, milyen jó volt az étel, de maga a borra való mértéke nem akkora jelentőségi jelenleg a vendéglátás, mint az előtt volt régebben, sokkal több borra való volt a pincéreknek. Kindl László elmondta, érezhető, hogy a Covid ideje óta jelentősen megváltoztak az emberek szokásai. Gyakrabban tartanak otthonukban, kertjükben családi ebédeket, baráti vacsora partikat, és kevesebbet járnak étterembe. Július 26-án és 27-én 40. alkalommal rendezik meg a Sportolna Fan Dobmori Triatlon Fesztivált. Az esemény Magyarország egyik legrégebbi triatlon versenyének számít. A triatlon három sportágból, futásból, úszásból és kerékpározásból áll. A verseny 27-i szombati napján Fad Dombori, Fad Tolna térségében útlezárások várhatóak. A szervezők a verseny kerékpár és futó távjainak zavartalan lebonyolítása érdekében kérik a helyiek megértését. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság július 23-án összevont kutyás képzést szervezett a szolgálati kutyával dolgozó járőrvezetők számára. A képzés a főkapitányság kutyás bázisán kezdődött, ahol a résztvevők a fegyelmező feladatokat gyakorolták. Ezután a Csörgetónál kutyás nyomkövetést és őrzővédő gyakorlatokat végeztek. Az ebek mindannyian sikerrel vették az akadályokat. A Tolnában szolgáló kutyák között vannak kábítószerkereső, általános és járőr ebek is. Szekszárdon született 1948-ban. Egyetemes írásai ma aktuálisabbak, mint valaha. Baka Istvánra emlékezünk születésnapja évfordulóján. Okkal lehet Szekszárd büszke sok meghatározó gondolkodó alkotójára, mint amilyen Baka István is, aki július 25-én látta meg a napvilágot a városban. A gond az viszont az, hogy nagyon korán itt hagyott bennünket, és a mai napon erről a hiányról szeretnék beszélni. Én nem is szeretnék, inkább kell beszélni erről a hiányról, mert Szekszárd az egy olyan kisváros, mint a legtöbb magyar kisváros, ahol a jellegzetes arcok azok eltűnőben mindig hiányoznak. Az ember végig megy az utcán, akkor várja, hogy előtűnjön egy Lányi Péter, egy Baka István, egy Takács Béla. Tehát olyanok, akik meghatározták ennek a városnak a szellemiségét. Számos művésznek adott ihletet a vármegyei székhely és annak csodálatos tája. Baka István azt írta, hogy ő Szekszárdon él. Igaz, hogy Szegeden lakik, ezt a szegedi korában mondta, de ő Szekszárdon él. Ez így is volt, mert az ő élete az irodalom, és amikor hazajött, akkor teljesen fölszabadultan tudott alkotni otthonába, a szeretett szülő otthonba, és ahogy kész volt a darabokkal, mindjárt meg tudta osztani azokkal, akik a barátai voltak. Gacsai József megnyitó beszédében Baka Istvánnal készült interjú részletéből idézett, melyben Dránovics István kérdésére válaszolt. Megkérdezte tőle, hogy mit jelent neki Szekszárd. Hát elég terjedelmes kérdés, de amint mindig a lényeget mondta. Hát a mindent jelenti. A 76 éve született József Attila, Robert Graves és Mészöly Miklós díjas költő, író, műfordítóra emlékeztek és rótták le kegyeletüket. Az egybegyűltek a szekszárdi alsóvárosi temetőben sírjánál a Baka István Alapítvány közreműködésével. Regionális híreink következnek. Ingyen albérletet biztosít egyetemistáknak a Matthias Corvinus Kollégium. A junior képzésben résztvevők is jelentkezhetnek. Várják a kistermelőket is.
laborvizsgálati szolgáltatása borosgazdáknak Pécsen. Másfél milliárdos beruházás, 700 tejelő tehén ellátása vált lehetővé Homokszentgyörgyön. Ingyen albérletet biztosít a Pécsi Tudomány Egyetemre felvett hallgatóknak a Matthias Corvinus Kollégium. A szeptemberben induló junior programot választó fiatalok több más kedvezményes juttatásban is részesülnek. Miután kiderülnek a ponthatárok és eldőlt, hogy a Pécsi Egyetem mely szakára veszik fel a diákokat, óriási lehetőség kínálkozik azok számára, akik az MCC képzési programjába is jelentkeztek, illetve jelentkeznek. Ők ingyen albérlethez juthatnak, ez pedig nem csak a diáknak, hanem a szülőknek is nagy könnyebbség, tájékoztatott Erdei Krisztián, az MCC Pécsi képzési központjának képviseletvezetője. Képzések és a közösségi programok mellett térítésmentesen biztosítunk szállás lehetőséget a diákoknak, ez Pécset, albérleteket jelent. Emellett ösztöndíjat is fizetünk a diákoknak, hogy inkább a tanulásra koncentráljanak, ne kelljen az egyetem mellett dolgozniuk. Szóval szerintem ez egy nagy könnyebbség a családoknak, és egy fontos és hatalmas lehetőség a diákoknak. A junior képzésbe bárki jelentkezhet, aki most kezdi meg első szemeszterét. Első éves hallgató lesz a Pécsi Tudomány Egyetemen, tette hozzá Erdei Krisztián. Kell egy írásbeli vizsgát tenni, ami egyébként egy szókincsteszt és egy logikai vizsga. Aztán ki kell dolgozni előre megadott témában egy prezentációt, amit a szóbeli vizsgán kell előadni a vizsgabizottságnak. Nem egy nehéz felvételi, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a diákok mennyire gondolkodnak el a világ problémáiról, mennyire vannak önálló gondolataik, hogyan használják azt a tananyagot, amelyet elsajátítottak már a gimnáziumban, és hogyha egy jó közösség tagja szeretnének lenni, hogyha nemzetközileg versenyképes tudást szeretnének megszerezni, akkor várjuk őket az MCC-ben. Pécs sajátságos helyzetben van. A sok külföldi egyetemista miatt az albérlet árak viszonylag magasak, a kollégiumi férőhelyek száma sem annyira optimális, tudtuk meg a képviseletvezetőtől. Mi megpróbáltuk az albérleteket inkább a belvárosra koncentrálni, mert az is egy sajátosság Pécset, hogy a két nagy egyetemi tömb a város két szélén van, tehát az Orvosi Egyetem, illetve a BTK-TTK, ugye az Ifjúságúton és az Egyetemvárosban, és a közgazdaságtudományi kar, illetve a jogi kar pedig egy másik helyen a városnak, és mi a kettő közé tervezzük az albérleteket. Azért is egyébként, hogy a diákok ne csak az egyetemi óráikra járjanak be, hanem minél gyakrabban látogassák az MCC kurzusait és közösségi programjait. Az MCC egyetemi képzés első lépcsőfokára a junior képzésbe jelentkezhetnek felvett hallgatók. Ez egy egyéves alapozó képzés, amely felkészíti őket az MCC tanulmányaira. Utána következik az iskolarendszeri képzés, amelyet szintén egy felvételi előz meg, az kettő éves, tehát az egyetemi programunk összesen 3 éves, és most szeptembertől egyébként elindulnak a posztgraduális képzéseink is, amely azt jelenti, hogy tulajdonképpen a diákok teljes egyetemi tanulmányait lefedjük, hogy az egyetem mellett az MCC-be is járhassanak, itt megszerezhessék a tudást, fejlődhessenek és külföldi tapasztalatot is szerezhessenek. Az MCC junior képzési programjába a Pécsi Egyetemre felvételt nyert fiatalok augusztus 8-áig jelentkezhetnek. Az ep.mcc.hu oldalon minden információ megtalálható a képzésekről és a vizsgakövetelményekről is. Mitől lehet jobb a borminőség, milyen paramétereken kell változtatni ennek érdekében? Ezekre a kérdésekre adhatnak választ a Pécsi Egyetem borászati laboratóriumában. Szeretnék elérni, hogy a kisebb bortermelők is igénybe vegyék szolgáltatásaikat, így javítva a termékük minőségén. Ez egy új készülék a Pécsi Egyetem borászati laboratóriumában. Ezzel must és bormintákat tudnak elemezni, akár pár milliliterből is. Alkoholtartalom, glicerin, glükóz, fruktóz, szaharóz és különböző savak jelenléte, pH, összesen 15 paraméter, ami befolyásolja majd a bor minőségét. 3 vizsgálati csomagot ajánlanak a gazdáknak, amit ezzel a készülékkel tudnak megcsinálni. 15 paramétert ajánljuk. A második csomagban egy szabadkén értéket is mérünk ehhez a csomaghoz, illetve a harmadik csomag az összes kén értékeket is tartalmazza. Az értékek ismerete alapján tudnak változtatni a borkészítési technológián, hogy jobb minőségű nedüket kapjanak, és ezt palackozhassák a gazdák. A szakember azt mondja, a kistermelőknél még nem megszokott a laborszolgáltatás kérése. Szükséges népszerűsíteni a kistermelők körében is ezeket a vizsgálatokat, hogy mennyire fontosak.
a nagyok tisztában vannak ezzel, és ott rendszerint ezek a mérések meg is történnek. A kisebb gazdálkodók körében még nem nagyon elterjedt, úgyhogy ott szükséges lenne igen népszerűsíteni és tudatosítani bennük, hogy ezek nagyon fontosak a jó minőségű bor készítésénél, ezeknek a paramétereknek a nyomon követése. A szakember azt mondja, nem lehet számszerűsíteni, hogy mennyivel lehet javítani a borok minőségén a laborvizsgálatokkal, mert vannak olyan egyéni ízjegyek, amik miatt ezt nem lehet megmondani. De vannak olyan értékek, amihez ragaszkodni kell, hogy biztosan jó minőséget tudjanak elérni. Minden ilyen paraméter, vagy hogy mondjam, azok a paraméterek, amelyek fontosak, azok azért mind szubjektívek. Egyrészt vannak olyan tartományok, amelyekben meg kell, hogy feleljen ugye ez a bor, de ezek azok a paraméterek is, azok a finom paraméterek, azok tartományra vonatkoznak, és nem tudom így lefordítani számszerint, hogy mennyivel lehetne ezt így akkor, mennyivel tudunk jobb bort készíteni, vagy mennyivel lehetne többet eladni. Tehát inkább itt az a fontos, hogy egy bizonyos tartományban, range-ben tudjon maradni a borunk. Ez pedig óriási segítséget jelenthet egy-egy bor készítőnek. Olyan visszajelzés, ami alapján eldönthető, hogy jó úton jár-e a magas minőség elérésében. A Borászati Kutatóintézet laborjában mintegy 100 millió forintos eszközfejlesztést hajtottak végre az új készülékek vizsgálati módszerek bevezetésével. Másfél milliárd forintos fejlesztést adtak át a Somogy vármegyei Homokszentgyörgyön. A Bosch Frukt Agrár Szövetkezet ezen a telephelyen 700 tejjelő tehén ellátását tette 21. századival beruházással. A családi vállalkozás három telephelyén több mint 150 embernek ad munkát. Bizalom, szorgalom, innováció. Ez a jelmondata a második generációs családi vállalkozásnak, amely 2500 tejjelő marhával és azok szaporulataival foglalkozik 30 éve. Jelenleg éves szinten 28-29 millió kiló nyers tejet állítunk elő. Ez a homokszentgyörgyi fejlesztés is azt a célt szolgálja, hogy a saját feldolgozó üzemünkben, a kaposvári tejüzemben feldolgozásra kerülő nyers tej alapanyagbázist tudjuk biztosítani saját magunk részére, magas minőségű extra tejet termelve. Ez a fejlesztés azt a célt szolgálta, hogy a fejőházi berendezések a 21. századi modern technológiának megfelelően kivitelezésre kerüljenek, és szolgálják az állatok, úgy az állatok jólétét, mint egyébként a munkakörülmények, az ergonomikus munkavégzésnek a lehetőségeit, és biztosítsák nekünk a megfelelő tejtermelés végén, tulajdonképpen az utolsó fázis maga a fejéshez a korszerű technológiát. A térség országgyűlési képviselője az átadón kiemelte, különösen fontosak ezek a fejlesztések Dél-Somogyban. Kiemelendő az is, tette hozzá Szászfalvi László, hogy újra beszélhetünk családi gazdaságokról. Nagyszerű dolog az, hogy 1990 óta most már így tudunk gondolkodni, hogy nemzedékről nemzedékre. Úgy, ahogyan Franciaországban, Németországban, Bajorországban, Ausztriában évszázadok óta gondolkodhattak, mi is sokáig így gondolkodhattunk, de most újra így gondolkodhatunk, hogy nemzedékről nemzedékre, generációról generációra. És nagyszerű dolog látni azt, hogy ebben a családban és ebben a cégcsoportban ez a fajta tudatos gondolkodás valósul meg. Tudatos gondolkodás, felelősség a családért, és felelősség mindazokért, akik ezért a cégcsoportért dolgoznak, tulajdonképpen akikkel együtt dolgoznak. Ez egy óriási dolog, azt gondolom, hogy mai világban, a 21. században, ebben a kaotikus világban kimondani azt, hogy felelősséggel tartozom a szeretteim iránt, a családjaim iránt, és felelősséggel tartozom a beosztottjaim iránt, felelősséggel tartozom a munkatársaim iránt. A településen élőknek is fontosak a fejlesztések, hiszen az itt élők így nagyobb eséllyel juthatnak munkához. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Gazdasági igazgatóból főigazgató, új vezető a szekszárdi kórház élén. Szépítik, fejlesztik, tervek a csörgetónál. Szervizdíj és borra való, mi a különbség? 76 éve született, Baka Istvánra emlékezik Szekszárd.
Pénteken alapvetően derült, olykor gyengén felhős égbolt melletti szikrázó napsütéses, csapadékmentes időjárásra készülhetünk. A légmozgás az ország túlnyomó részén gyengének ígérkezik. Még kellemesen az évszakos átlagnak megfelelően meleg idő várható, de már újbóli melegedés kezdődik. A déli és nyugati térségben pár fokkal 30 fok felé várható a jellemző maximum hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!